Dél-Dunántúli híradó nézőit. Jó estét kívánok! Adáskörzetünk fontosabb eseményeit képes hírösszefoglalónkkal ajánljuk figyelmükbe. Először egy-egy mondatban. Mintegy 100 tonna műtrágyát vitt a Földművelésügyi Minisztérium delegációja a Baranya háromszögbe. Keszőben működő narkomán betegek gyógyításával foglalkozó otthon jövőjéről tárgyalt ma az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A Tolna megyei kollégákkal folytatott tapasztalatcserét a Brassó megyei rendőrség delegációja. A balatoni hajók lassan téli nyugovóra térnek, a Mahart azonban már a következő szezonra készül. Mintegy 100 tonna műtrágyát vitte a Földművelésügyi Minisztérium delegációja ma a Baranya háromszögbe. A szállítmány 14 magyar lakta településen csaknem 1000 családnak jelent segítséget a mezőgazdasági munkákhoz, az élet újraindításához. A Földművelésügyi Minisztérium egy akció keretében korábban vetőmagvakat, fóliasátrakat küldött a Baranya háromszögbe segítségül, most pedig 92 tonna műtrágyát. Ezt követően a miniszter úr döntés alapján 4 millió forint értékben műtrágyát ajánlott fel segélyként a térség gazdálkodói számára. A horvátországi magyarok képviseletében szövetségük alelnöke vette át a szállítmányt, amelyet csúzán osztanak szét a magyar lakta települések között. A Baranyai háromszög is Kereszt-Szlavóniában fog kerülni, a magyar lakta falvakban. Több hely 14 falunak ajándékozza a Magyar Művelési Minisztérium, és mi reméljük, hogy jól fognak vele munkálkodni, mely az életnek a megkezdését kezdjük meg ebben, Baranyai háromszögben és Kereszt-Szlavóniában. És remélem, hogy nem utolsó lesz ez a segítség, mely sokat számít a mi magyarjainknak itt Horvátországban. A szállítmány mintegy 1000 család megélhetését szolgálja és hozzájárul az újrakezdéshez, ami segíti az otthonaikból elmenekültek visszatérését. Önök tudják, hogy a békés reintegráció vége fele jár, és a visszatérés is megindult a Baranya háromszögben, valamint Kereszt-Szlavóniában. Ez az életnek a megindítása, ismétlem, és sokat jelent a számunkra, hogy a magyar kormány gondoskodik róla. Munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés, a munkavállalói érdekérvényesítés esélyei. Ezzel a címmel rendeztek háromnapos konferenciát Siófokon, melyen gyakorló vállalati szakszervezeti vezetők ismertették az érdekegyeztetési rendszer fejlesztésére vonatkozó elképzeléseiket. Magyarországon a munkahelyi érdekegyeztetés rendszere átalakulóban van, hangzott el a konferencián. A fő kérdés az, hogy milyen lehetőségek vannak a mindennapokban a munkavállalói érdekek egyeztetésére, hisz új tulajdonosok, új vezetési kultúrák jelennek meg, és ehhez alkalmazkodni kell a rendszernek is. Legkritikusabb a helyzet a szolgáltató szektorban. Azok a munkahelyek, ahol 50 fő alatt van a foglalkoztatottak száma, kimaradnak az érdekegyeztető rendszerből. Ez ma több százezer embert érint. Ezért a szakszervezeteknek közösen arra kéne törekedniük, hogy a törvény oldaláról, tehát a munkatörvény könyve, a munkavilágát szabályozó törvények legyenek olyanok, hogy megvédjék a lehető legjobban ezeket a munkavállalókat. Most tapasztalunk egy olyan tendenciát, hogy a 92-es sokak szerint nagyon túl liberálisra sikeredett munkatörvénykönyvének a módosításai során bekerülnek olyan szabályok, amelyek jobban meg fogják védeni ezeket a munkavállalókat is. 1200 bányász vált munkanélkülévé a mecseki uránbánya bezárása miatt. A munkaügyi központ valamennyiüknek felajánlott átképzési lehetőséget, de ezzel eddig mindössze 190-en éltek, azaz több mint 1000-en abban bíznak, az átképzés nélkül is találnak maguknak új munkahelyet. A Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, valamint a Baranya megyei Munkaügyi Központ 1996 nyarán valamennyi most elbocsátott uránbányásznak felajánlotta az átképzési lehetőséget. A Munkaügyi Minisztérium még a bányabeli foglalkoztatás ideje alatt engedélyezte a tanfolyamok elindítását. 190 ember élt ezzel a lehetőséggel, a teherautó vezető átképzéstől, a hegesztőn, a szoftverüzemeltetőig részt vettek különböző képzéseken. A jelenlegi helyzet úgy alakul, hogy fokozatosan történik az elbocsátás,
és ennek keretén belül a munkahelyi központtal együtt mi nem szüntettük meg a szolgáltatásokat, hanem rendelkezésre állunk a most már egyértelműen munkanélkülivé váló bányászoknak. A mostani felmondási idejük alatt természetesen megpróbálnak elhelyezkedni a volt uránbányászok, viszont ha ez nem sikerül és az átképzési lehetőséggel élni kívánnak, az azzal jár, hogy hosszabb, rövidebb ideig a jövőben munkanélkülivé válnak. A Brassó megyei rendőrség 4 fős delegációja egyhetes magyarországi látogatása egyik állomásaként a Tolnai megyeszékhelyen folytatott tapasztalatcserét. Tolna megye rendőrfőkapitánya leginkább annak örül, hogy ezek a találkozók már valódi program és információ cseréről, nem a protokollról szólnak. Ez a kapcsolat 3 évre vethető vissza Brassó megyei rendőrséggel. Mind a két rendőrségnek van egymástól tanulnivalója. A bűnelkövetés módszerei, azok nem ismernek nemzeti határokat, beszélgettünk a gépjárműlopások megelőzéséről, a román rendőrség a gépjármű nyilvántartással kapcsolatosan, illetve annak okmányolásával kapcsolatosan sokkal előrébb jár, mint Magyarország, de ennek egy jogi háttere, hogy már megvan, nálunk 98 január 1-től fog beindul, ami náluk például már működik. Brassó megye főkapitány helyettese elmondta, 250 ezer lakos közlekedés és közbiztonságának megőrzése a feladatuk 50 ezer négyzetkilométeren. Ennek jó színvonalú teljesítésében a magyar rendőrség szervezeti felépítését, az átmeneti időszakban végzett tevékenységét kell tanulmányozniuk. Feladataik nagyjából azonosak, de műszaki technikai vonalon a magyar kollégák kicsit jobban állnak. Bátorfi György a Romániában még nem jelentkező, de várható bűnözési hullám kezelésében, megelőzésében jól hasznosítható programot is átadott kollégáinak. Mától ismét zavartalan a közlekedés Dombóvár térségében, ugyanis átadták a forgalomnak a 61-es főút most elkészült városi átvezető szakaszát. A néhány évvel ezelőtt megkezdett rehabilitációs programot az indokolta, hogy nyaranta a Balaton partjáról ide terelték a kamionforgalmat. Több mint 40 millió forintos költséggel már korábban elkészült a Fondapatak felett átvezető híd. Ezúttal az eddig 2 sávos utat szélesítették 4 sávosra. A nyár közepén megkezdett munkálatokhoz a pénz, az út alatt biztosította. A ma átadásra került mintegy 700 méter hosszú útszakasz bekerülési költsége 160 millió forint volt. A szakemberek a mostani korszerűsítéstől azt remélik, hogy a korábbinál gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a 61-es főút Dombóvári átvezető szakaszán. Pécs vendége volt ma dr. Kovács Pál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. Délután látogatást tett Keszüben, ahol a megyei, illetve a helyi önkormányzat vezetőivel tárgyalt a községben lévő narkomán betegek gyógyításával foglalkozó otthon jövőjéről. A narkomán fiatalok gyógyításával foglalkozó keszői otthon jelenleg a Baranya megyei közgyűlés kezelésében van, és a gyermekkórházon keresztül kap támogatást az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Természetesen olyan intézetek, amelyek nem valami hatalmas bérkaszárnyák, hanem emberléptékűek, egyéni terápiát lehetővé tesznek, közösségi gondozást lehetővé tesznek. Ezek nagy értékek, ezeket meg kell őrizni, nem csak megőrizni, hanem szaporítani. Az elnök ígérete szerint az által vezetett intézmény mindent megtesz azért, hogy megteremtse az otthon finanszírozásának biztonságát. Tekintettel arra, hogy Magyarországon sajnos kevés ilyen intézet van még, ennek a finanszírozása a TB szempontjából nem egy túl nagy teher. Január 1-től határidő nélkül ezt az intézményt a társadalombiztosítás finanszírozza. Napjainkra teljesen elavult a Pannonvolán buszállománya, és a helyzet javításához szükséges pénznek csak 1/8-át akarja biztosítani a kormány. Hangzott el az Autóbusz Közlekedési Részvénytársaság mai sajtótájékoztatta ujján Pécset. Megtudtuk azt is, hogy ennek ellenére új nemzetközi járatok indítása várható. Míg Európában 5-6 év a buszok átlag életkora, addig Magyarországon 12, pedig a járműveket 8 éves koruk után le kellene cserélni. A Pannonvolán kidolgozta úgynevezett reorganizációs tervét, amellyel a kormányhoz fordult, és aminek eredményeként a Baranyában szükséges 800 millió forint helyett 100-at kaptak. Ebből viszont vásároltak néhány korszerű járművet mutatóba.
A mögöttem látható autóbusz környezetkímélő. Baranyában a Pannon Volánnál a mintegy 360 buszból mindössze 3-4 ilyen van, és ugyanez az országos átlag is. Mindez pénzkérdés. 16-17 milliárd forint 6 évig országosan. Ígéret sajnos az pillanatnyilag nagyon kevés, 2,1 milliárdot kíván a tárca adni, amit egyszerűen alapvetően elfogadhatatlannak tartunk. A részvénytársaság saját bevételeit is szeretné visszaforgatni a fejlesztésekbe, ezért idén a frankfurti, jövőre a dresdai nemzetközi járat elindítását, majd 2000-ig a Róma-Terracina vonalat tervezik. Elmondták azt is, hogy a minisztériumi hatáskörbe tartozó tarifaemelésről úgy tudják, nem lesz magasabb arányú, mint az infláció. A Balatonon október 26-án leállt a személyhajók közlekedése. A kompok, ha az időjárás engedi, november 30-áig még szállítják az utasokat. E hírek mellett az elmúlt szezon gazdasági eredményeiről és a jövő évi tervekről is beszélt a Mahart Balatoni Hajózási RT igazgatója a Kellén motorosan megtartott sajtótájékoztatón. A Mahart Balatoni Hajózási Részvénytársaság idei forgalma 3%-kal nőtt. A nyár folyamán több mint 2 millió utas vette igénybe a személy- és komphajókat. Ez a szám annak is köszönhető, hogy megnőtt a belföldi forgalom, mondta Horváth Gyula igazgató. A minőségi turizmus irányába való elmozdulást jelzi a séta- és kiránduló hajók kihasználtságának 35%-os növekedése. A balatoni hajózás fő tevékenysége mellett több mint 30 üzletágban érdekelt. Idén ők valósították meg elsőként a déli parton a Fövenyes strandot, melynek igen nagy sikere volt. Bár a balatoni hajók lassan téli nyugovóra térnek, a társaság már a következő szezonra készül. Szeretnénk a hajóinkat még szembe tenni, így a legnagyobb hajó a Füred katamarán várható, hogy megújul a következő évben. Néhány vitorlást és egyéb hajót is felújítunk, emellett már most ősszel elkezdjük a Balatonföldvári vitorlás kikötő beruházásunkat, ahol 85-90 új hajóhelyet építünk és egy új szolgáltatóházat. A bajai Honvéd kaszinóban adott jótékonysági koncertet tegnap este az 1957 óta fennálló kalocsai helyőrségi zenekar. A fúvósok ezúttal a bajai kórház gyermekosztályának alapítványát kívánták gazdagítani. A belépője gyára 200 forint volt, s a jó propaganda ellenére mindössze 50 ember volt kíváncsi, az egyik legrégebb volt a fennálló együttes játékára. Akiknek tagjai a bajaiaknál ezek szerint jóval jobban viselik szívükön a kórház gyermekrészlegének felszereltségét. Még a kórházi kollégák is cserben hagyták a törekvést. Az osztály főorvos asszonyán kívül senki sem képviselte az intézmény más részlegeit. Így csupán 10 000 forint futhatott be az alapítvány számlájára, amin még egy automatikus hőmérőt sem lehet megvásárolni. Pedig a kicsiknek nagy szükségük lenne az örökletes légutó betegségek szűréséhez szükséges berendezésre is, amely több 100 000 forintba kerül, ezt szerették volna megvenni az adományból. Örvendetes azonban, hogy az intenzív inkubátor már útban van, amelyhez 500 000 forinttal tudott hozzájárulni az alapítvány. Az összeg más rendezvény bevételéből és egyéb adományból gyűlt össze. Nézzük, mit ígér a meteorológiai szolgálat adáskörzetünkre vonatkozó előrejelzése. Folytatódik a napos, ám hideg idő. Éjszaka általában kevés felhő lesz az égen, gyenge lesz a légmozgás. Emiatt hajnalra mínusz 6, mínusz 9 fok körül értékre hűl le a levegő. Holnap túlnyomóan napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, gyenge lesz a légmozgás. Kora délutánra csupán 4-7 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Önök a Dél-Dunántúli híradót, adáskörzetünk eseményeinek képes összefoglalóját látták. A viszontlátásra holnap ugyanitt, ugyanebben az időben.